Szinte folyamatosan dugó van a Nagykörúton, ahol hónapokkal ezelőtt egyetlen sávot hagyott az autósoknak a Karácsony Gergely vezette főváros. A hét elején azt jelentette be a főpolgármester, hogy egy szakaszon visszakapják az autósok a két sávot, cserébe viszont megszüntetik a parkolást a Korvin negyed és a Blaha Lujza tér között. A Magyar Autóklub szerint a fővárosi önkormányzat hadjáratot indított az autósok ellen. Pénteken dél körül lámpától lámpáig ért a kocsisor a Nagykörúton. Többször volt rá példa, hogy a feltorlódott autók nem értek át az első zöld jelzésen. A szokottnál is nagyobb a dugó, a két sávból továbbra is csak egy használható, a másikban még hónapokkal ezelőtt kerékpársávot festett fel a fővárosi önkormányzat. Az iskola kezdéssel a helyzet tovább romlott, azt mondják a sofőrök, csak idő kérdése, hogy egy komoly baleset történjen. Karácsony Gergely hétfőn jelentette be, hogy a Blaha Lujza tér és a Boráros tér között visszaállítják a két sávot, viszont a kerékpársávok maradnak. A fővárosi vezetés parkolóhelyeket szüntet meg, azok helyét veszi át a kerékpársáv. Mi lesz ezekkel az üzletesekkel? Hát hogy fognak jönni ugye az áruk, meg minden, szóval én nem tudom. Nem, miért nincs valami lakossági fórumot? Miért nem tartanak? Vagy... Szóval én nem tudom, ezt kitaláltak ide, hát ez... Szerintem ez az autósokkal való kiszúrás. Sokak szerint a parkolóhelyek megszüntetésével a mostaninál is nehezebb helyzetbe kerülnek az autósok. Tovább tart majd helyet találni, viszont közben több káros anyag kerül a levegőbe, és nő a környezetszennyezés is. Rossz lesz, tényleg így is sokáig kell keresni, és így most még rosszabb lesz. A kerékpárosoknak most is csak egy része használja a sávokat, a többiek a járdán, a gyalogosokat, babakocsisokat és a felszolgálókat kerülgetve közlekednek nagy sebességgel. Veszélyesek, sokszor ugye jövünk ki az üzletből, hiába nézünk jobbra, ha egyszer balról jönnek már, vagy esetleg pont fordítva. És ugye tálcával közlekedünk, és borul minden. Nincs egy átfogó teória, semmi más nincs, másról nem hallunk, mint arról, hogy az autósok kárára történik az egész intézkedés. A fővárosi önkormányzat hadjáratot indított az autósok ellen, mondta a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke az M1-en. Az autóklub már évelején felajánlotta az együttműködést Karácsony Gergelyéknek, de hónapokig semmilyen választ sem kaptak, folytatta Kovács Kázmér, aki szerint a később mégis összehívott egyeztetés inkább színjátékra hasonlított. Egy-két szakmai megnyilvánulás volt, de aki az egészet vezette, az látszott, hogy már ebben az elhatározott mederben az autósok kiszorítása érdekében hozták ezt össze, igazából figyelembe nem vették, amit mondtunk. A kapkodva egyeztetés nélkül kialakított kerékpársávok káoszt, dugókat és baleseteket okoznak, ezért kérték annak megszüntetését. Erről Fürjes Balázs államtitkár beszélt a Kossuth Rádióban a hét elején. Azt mondta, a járvány második hullámával a forgalom nőni fog. Egy teljesen érthető reakciója az embereknek, hogy próbálják azokat a szituációkat, azokat a helyzeteket kerülni, ahol sok ember van együtt, ezért aki teheti, az igenis autóval fog közlekedni, egyéni közlekedést fog választani, mert azt fogja gondolni, hogy őt és a családját a legjobban az védi. Pénteki Twitter üzenetében az államtitkár arról írta, a körúti autós forgalmat megbénító kerékpársávokról továbbra sincs egyeztetés, és válaszokat sem kapnak.